Sziasztok! Ebben az adásban dr. Csernus Imre pszichiáterrel beszélgetünk. Különleges epizód, ugyanis nem itt vettük fel nálam, hanem Imrénél, Noszvajon, a csendülőben. Külső helyszínen adást rögzíteni eléggé nehéz feladat, emiatt köszönettel tartozom az Asusnak, akik adtak ehhez egy bivajerős ZenBook Duo laptopot, illetve az Audio Technikának, akik adtak egy szuper AT4050 kondenzátoros mikrofont. Ebből az adásból kiderül, hogy mire lelt Csernus Doki Noszvajon, mi lesz a következő könyvének a címe és a témája, és természetesen azt sem tartja magában, hogy mit gondol rólam. Csinált nekem Józsi egy nagyon finom eszpresszót, és rögtön megéreztem a mogyorós jegyet benne. Mi a te első találkozásod a kávéval úgy általánosságban, és utána a specialty kávéval, hogy találkoztál? Hát az első kávé az még annak idején, amikor a szüleim török kávéztak délvidéken, és akkor török kávénak a lényege az, hogy ott nem lehet rohanni. Tehát amíg leüllepszik az acc, addig beszélgettek. És most állandóan ott nyüzsögtem körülöttük, és néztem, hogy mit csinálnak. És akkor egy idő után én készítettem el apámnak a kávét, mert délután ő sziasztázott, és akkor én készítettem, hogy nem rendszeresen, de néha, és akkor mentem ébreszteni, hogy kész a kávé. Bele is ittál egyébként, de, gyerekként? Nem, ez később jött, amikor csatlakoztam hozzájuk olyan 17-8 éves korban. Tehát akkor kezdtem el kávézni. Ők hogy itták a kávét? Hát előbb török kávé, nagyon sokáig török kávéztak. A vidéken török kávé, ott nem volt eszpresszó hagyomány. De azt így a zaccot, tehát az őrleményt, bocsánat, az őrleményt kell főzni. Vagy ez hogy néz ki pontosan? Én nem szoktam török kávézni, azért kérdem, viszont eszpresszózni, kotyogósozni azért rendszeresen. Török kávéban felforralod a vizet, esetleg egy minimális cukrot, vagy nem teszel bele cukrot, és akkor attól függően, hogy milyen erőse szeretnéd a török kávét, ennek megfelelően teszed bele az őrleményt, finomra kell őrelni, és akkor még egyszer szükséges felforralni, éppen hogy ki ne fusson, és akkor megvan. Tehát valójában nagyon egyszerű az elkészítés, teljesen más ízvilággal bír, mint az eszpresszó, sokkal intenzívebb, sokkal kerekebb. Itt amit a Nezvel Máté pörköletből rendszeresen csinálom török kávét, és sokan szeretik is. Neked melyik a kedvenced egyébként? Mármint elkészítési módban. Nincs ilyen. Nincs? Ahogy jön? Amilyen hangulatom van, az előbb egy jeges kávét ittam meg, tehát mi nem teszünk bele fagyit, és jég, tej, kávé. És a specialty kávé találkozás, az nekem egy nagy fordulópont volt az életemben, ezért lennék kíváncsi a te emlékedre. Hát, az a helyzet, hogy ez úgy kezdődött, hogy az Almagyaron, innen 10 kilométerre egy gyönyörű helyen csináltunk egy borteraszt, és akkor szőlőben kis bungaló, tehát borzasztó jól lehet érezni a természetet, és akkor ott a borteraszon agyaltunk, hogy kéne kávé is, és akkor elbízták. Én megkerestem valakit, és eszembe jutott a név, hogy depresszó, levédettem, és hát rámutattak egy srácra, én nem tudtam, hogy ő kicsoda. Én általában úgy dolgozom, hogy nekem a bizalom az nagyon fontos. Éppen ezért, hogyha valakiben megbízom, és az azt mondja, hogy ő, akkor rendben vagyunk, én nem érdeklődöm tovább, hogy kicsoda, micsoda, pilot, stb. Próba, főzés, egyebek. Rábíztam, és akkor egy teljesen egy másféle kávékat ittam, mint addig ittam,
és hát éreztem a kávénak a gyümölcsét. És az mai napig emlékszem arra a pillanatra, amikor egyik barátommal felmentünk innen Egerből, aki szintén nagy kávé szerető ember, és végigkóstoltuk. Fantasztikus élmény volt. Hát onnantól kezdve nézve a Máté csinálja nekem a kávét, és ennyi. Uh-huh. Elmondtam már pár adásban, kávé az általában visszatérő elem nálam, főleg, hogyha jönnek hozzám a vendégek, akkor készítek nekik egy kotyogóst. Ezt is meg kellett tanuljam, hogy nem főzzük a kávét, hanem készítjük. Igen. Mert ahogy jönnek az eltartott kis újjú emberek, és mondják, hogy ez nem főzés. És elmondtam, hogy nekem az volt a nagy releváció, hogy én először két cukorral, aztán egy cukorral, pöttyivel, pötty nélkül, tejjel, és eljutottam egy olyan specialty kávézóba, ahol ki van írva, hogy nincs cukor. Tehát konkrétan nincs a helyen cukor, és tudod, ez a... Most meg... Az ember attól is fél már, hogy csak egy ártatlan kávét megígyon cukor nélkül, mert nem azt szoktuk meg. És így belekóstoltam, és mondtam, hogy várjunk, lehet, hogy eddig azért tettem mindig cukrot a kávéba, mert amúgy szar kávét ittam, és hogy valami elnyomja az ízét. És onnantól kezdve kezdődött nálam ez a történet, és úgy találkoztam én például a Gergővel, aki összekötött minket a depresszóból, és hát nála is azért tanulgattam ezt azt a kávéról. A kávézás az lehet az ilyen felnőtté válásnak a lépcsője, vagy önmagunk számára valamiféle ilyen kis mérföldkő? Nem? Nincs ilyen? Ne, akkor nagyon sok felnőtt lenne. Nem. Semmi köze a felnőttséghez. Mikor érezted azt, hogy téged, mint gyerek, már nem gyerekként kezelnek? Érezted egyáltalán, vagy? Nem foglalkoztam ezzel soha. Nem? Nem, én mindig mentem a fejem után. Igen, de az ember megy a feje után, az azért van valószínűleg, hogy valamit meg akar mutatni. Biztos. Nem? Én orvos szerettem volna lenni, és ez volt az egyetlen cél. Tehát nem volt más cél, nem foglalkoztam, hogy gyerek, nem gyerek, felnőtt. Orvos szerettem volna lenni. Tehát, és amikor valamit a fejembe veszek, mai napig is, tehát én addig csinálom, amíg az meg nem valósul, de közben meg általában már kitalálok valami újat, valami mást, mert a célok elérése általában engem nem érdekel. Ez nekem kevés. Tudom azt, hogy persze itt jön a következő szint, hogy annak a megőrzése, de ennek ellenére tudom, hogy számomra az kevés, hogyha a megőrzés mellett nem újulok meg állandóan. Tehát mi jól élek. Az a kiégés elleni valami mechanizmus egyébként? Vagy nem. Nincs köze hozzá? Nem. Én azért jöttem erre a világra, hogy a külső-belső környezetemet szebbé tegyem. Meg szépbé tegyem. És hogyha amíg van ötlet a fejemben, én addig azt meg is fogom csinálni, hogyha érzem, hogy ez nekem fontos. Tudni nem tudhatom, mert hát nem vagyok közgazdász, meg nem csinálok pilotokat, meg hatékonyságvizsgálatokat. Én érzésből cselekszem. Én csapongani szoktam, és erre most pont eszembe jutott egy olyan dolog, ami valamikor meg szerettem volna kérdezni tőled, hogy ugye te sokat hagyatkozol a megérzéseidre, ami azért nem egy kézzel fogható dolog. Viszont, hogyha éppen mondjuk segítesz valakinek, vagy hogy te szoktad mondani, ajánlatot teszel, tehát hogyha mondjuk mint orvos végzed a munkádat, az viszont azért egy külső szem, és az még tök racionális dolog. Tehát, hogy egyszerre ugye jelen van ez a kettő benned. Milyen arányban van ez? Ezen gondolkoztál már? Soha. Arány. Lehet látni, hogy te általában az életet racionálisan közelíted meg, és állandóan törekszel a matekra, és éppen ezért a személyiség szerkezeted merev is, és rugalmatlan. Szóval nem szoktam ezen gondolkodni, használom. Használom. Ez annyira jó, ha meg tudsz benne bízni. Hát mondjuk bebizonyosodod, hogy megbízhatsz benne.
Én például magamat nagyon rossz emberismerőnek gondolom, és sokszor be is bizonyosodott, hogy az vagyok. Én azt gondolom, hogy nincs olyan, hogy jó vagy rossz emberismerő, mint hogy nincsenek jó és rossz dolgok sem. Tapasztalások vannak, amelyet az ego vagy pozitívan értékel, vagy fél tőle. És amitől fél, az általában a fájdalmas dolgok. Az egónak nem tetsző dolgok. Ilyenkülön a kifogadás, a hárítás, a mutogatás és a menekülés. Sokkal fontosabb a tapasztalat. Sokkal fontosabb az, hogy úton lenni, nem az, hogy elérni a célt. De a cél az viszonylagos. Sikerült? Jó, oké. Minek függvénye? Sokkal fontosabb az, hogy érzed azt, hogy fejlődsz, haladsz, megújulsz. Érzem önmagamban, hogy képes vagyok bármikor acélosan reagálni. Hát csak ugye mindenki azért máshogy képezi le ezt magában, hogy mi a fejlődés meg a haladás. Mert én is látom magam körül azokat az embereket, akik abba gondolkoznak, hogy fú, egyen nagyobb autó, egyen nagyobb tévé, hú, de jó lesz. És én mindig ilyen kicsit szarul érzem magam, mert így mosolygok belül, hogy mennyire nem számít, szerintem. Csak ugye azért nem szabad ezen mosolyogni, mert mindenki más, de közben én meg néha vagyok annyira naív, hogy így kimondom, meg elismerem mondani. Múltkor jött egy vendég hozzám, kérdezte a címemet, és akkor leírtam neki, hogy hát az albérletemben szoktam felvenni a beszélgetéseket, és akkor leírta a válasz e-mailben, hogy milyen bátor, hogy te leírtad, hogy az albérleted, hogy nem azt mondod, hogy a lakásod. És akkor mondtam neki, nem személyesen, amikor megérkezett, hogy hát ez az albérletem, ez egy tény. Én attól nem érzem magam kevesebbnek vagy rosszabb embernek, mert nincsen még saját lakásom. Az is lehet, hogy nem is lesz soha. Ki tudja, én is bácskából jövök. Azon rögtem magamban, hogy ez lehet, hogy ez valamilyen bácskai specialitás, hogy Imrének hívnak mindenkit. Én tataházi vagyok. Tudod, hol van tataháza? Nem. Bácsalmás az még megvan. Nem a termelle. Onnan 6 kilométer. Nem jártam arra. Nem jártál arra. Tompai határát kellőt használtad, vagy mit? Mindegyiket. Mindegyiket? Amelyik gyorsabb volt. Aha. Szóval ezek olyan furcsa dolgok, hogy kinek mi az, hogy halad előre az életben. És szerintem tök jó, hogy egy csomó könyvedbe leírod, hogy a legfontosabb az a belső béke, de hogy egy csomóan nem azt keresik, vagy nem úgy keresik, vagy... Nincs ezzel gond. Nincs gond? De az nincs. A boldogtalan emberek tömegét eredményezik. Nincs gond. Én segítőként megtanultam azt, hogy ha látok ilyet, nem engedem, hogy az információ tudatosuljon bennem, mert nem kérdeztek meg. És hogyha nem kérdeznek meg, akkor miért foglalkozok olyan dologgal, amit egyébként nap mint nap látok, megérzékelek, és nincs kompetenciám, hogy reflektáljak rá. Akkor miért vegyem elő azt, amit tudok? Tehát hallgatok. És meg sem mozdul bennem semmi sem. Hogy azt mondjam, hogy te most ezért boldogtalan vagy, nem vagy, stb. Teljesen más, hogy elmegyek előadásra, mert akik oda eljönnek, ők szeretnének valamit. És az már más szitu. Ott aztán mindent. Tehát akkor kvázi mondhatom azt így egyszerűsítve, hogy fölöslegesen nem beszélsz. Tehát ha nem muszáj, akkor nem beszélsz. Minek? Aha. Jó, ez a médiában máshogy van, tudod. Úgy értve, hogy én például megkaptam kritikának, hogy ezelőtt évekkel nem önfényezés, hogy nekem az a bajom, hogy nagyon keveset szólok. Amikor még oda jártam az egyetemre, és voltál nálunk előadást tartani, pont abban az időszakban kaptam meg ezt a kritikát, hogyha egy embert kéne választani, nem mondom meg, melyik tanár mondta, az ember kéne választani az osztályból, akivel szívesen együtt dolgozna, az szakmai oldalról én lennék, de egyébként nem venne észre, mert nem szólalok meg fölöslegesen. Én meg pont azt mondtam, hogy jó, de minek szólaljak meg, ha nincs mit mondanom, és a médiában például ez nem működik.
Ez egy ilyen mostoha helyzet. Működik. Működik? Azt mondod? Működik. Működik, csak tudnod kell, hogy mit szólalsz meg. Uh-huh. És milyen erővel. Működik, és azért működik, mert hogyha ebben hiszel, akkor működik. Ha csak mutatod, hogy hiszel benne, akkor el fogsz bukni. Mert jönnek az ószátgyárok, és leuralnak. Nem a saját példáimat akarom hozni, csak hát pont az van, amit mondasz, hogy ezt az adássorozatot, amiben te is elvállaltad a vendégszerepet, ezt tavaly kezdtem, lassan megvan a 100 adás, és ha azt nézzük, hogy amikor videójátékokkal foglalkoztam, azt sokan nézték, ezt meg kvázi a kutya se idézőjelben, akkor csomószor megkaptam a kérdést, hogy minek csinálod? És mondtam, hogy azt mondom, szeretem, meg hiszek benne. Tehát, hogy nekem nem az a fajta visszaigazolás kell, hogy YouTube-on hány néző van, hanem a nap végén az, hogy nekem tetszik-e az, amit én csinálok. Neked tetszik most de az, mi a célod? Bemutatni embereket. Én szeretek beszélgetni, erre jöttem rá. Te szeretsz még beszélgetni? Ezt fel akartam tenni, ezt a kérdést. Beszélgetni? Aha, csak úgy. Csicset. Mivel általában a fejem tele van különböző dolgokkal, nagyon ritkán találkozok olyan emberrel, aki épp olyan intenzitással és tűzzel éli az életét, mint én. Uh-huh. Szeretek úgy dumálni, hogyha megvan a közös nevező. Hogyha én érzem, hogy ebből a szempontból non plus ultra, tehát, hogy van benne tűz. Nincs ilyen sok ember. Ez a barátaid számán megmutatkozik? Persze. Sok barátod van, vagy nincs? Elég. Elég. Ez mondjuk egy helyes válasz, igen. Hogy néz ki egy baráti találkozó nálatok? A civil Imre miről szeret beszélgetni? Mert engem most az pont hidegen, hogy ugye nagyon sokan... A civil Imrét azt megtartom magamnak. Azt magadnak tartod? Senkinek semmi köze. Aha. Az se civil, ami most vagy? Most nem, dolgozom. Ja, most dolgozom? Dolgozom. Uh-huh. Nem. Nem most ebben a pillanatban, az előbb nem padlizsán sütöttem. Most szerintem elmondhatjuk, igen, hogy nagyon kedves vagy, hogy itt fogadtál nos, vajon. Csendülőben vagyunk, egyébként ezt nem mondtam el a nézőknek, hallgatóknak, és hogy igen, arra érkeztem, hogy Imre állt és a grillnél is sütötte a padlizsánt. Van különbség az ilyen klasszikus vendéglátás és a pszichiáteri munka között? Vagy, tehát hasonlóság, különbség, úgy értve, hogy kvázi az is egy vendéglátás. Van. Van különbség? Illetve egyetlen különbség van, hogy segítőként ott nem csak egy mély érzéseket generálok a mondatokkal, meg az illető ember ezeket az érzéseket megéli, amelyek általában frusztrálóak, és ami elől menekül. Ja, és akkor erre van megoldás is. Ez a vendéglátás, amit történik, kétségtelen kivált érzéseket, sőt, ez a fontos nekünk, de és azonnal megvan a megoldás is, tüneti szempontból persze, de nekem itt sokkal fontosabb az, hogy itt ez a dolog, amit csinálok, hogy reggel nagyon korán keltem, éjfélkor értem vissza Szentesről, ott tartottam előadást, és 6-7-kor felkeltem, és elmentem a Mezőkövesdi piacra, bevásároltam, és akkor jöttem a csendülőbe. Tehát a különbség az, hogy mint orvosként törekszem a strukturális megoldásokra, itt ezek az érzések, amelyek kiváltódnak, ezek abban a pillanatban egy jó érzést adnak azoknak, akik ezt észreveszik, és akkor ők egy jó élménnyel mennek tovább,
de ez nem a strukturális változás szimbolikája. Persze. Tehát valójában ez a különbség. Uh-huh. A vendéglátás egyébként az mikor fogalmazódott meg benned? 10 éve. Az nem csak így jön, vagy így jön? Csettintésre? Hát, vagy szerettél jó helyekre járni? Én nem a jó helyekre, én szerettem őszinte helyekre járni. Uh-huh. Tehát természetes helyekre. Tehát a úgynevezett fancy helyek azok igazából nem érdekeltek sohasem, mert ott általában túltengett a fancyiség. Tehát nem az otthonosság és nem a lazaság uralkodik ilyenkor. És persze voltam egy pár ilyen helyen, de igazából el is felejtettem. De otthonos helyeket, azt nem lehet keresni, az valahogy hallgatsz a megérzéseidre, és akkor beülsz egy ilyen helyre, és akkor kiderül, hogy egy otthonos helyen vagy. Nem sok ilyen helyet tudok felsorolni. Valahol volt egy-kettő a Toszkán vidéken, Umbriában, volt egy Portóban, de nincs. Nem voltam sok ilyen, de ott ezek milyen. Tehát azok annyira inspiráltak milyen? Téged? Vagy annyi, nem inspiráltak? Nem. Egyszerűen jól éreztem magam. Az a helyzet, hogy a 21. század gondolkodó embernek az egyik legnagyobb hiányossága az állandó túlagyalás. Állandóan. Uh-huh. Te miért agyalsz túl? Én mindig mindent, de nem tudom, ez az nyilván, ha elgondolkozva vagy, utána nem tudod, fölösleges, viszi az energiát. De miért csinálod? Nem az van, hogy próbálja az ember a... Azt tudod, hogy most elkezdtél menekülni? Nem, vagy de lehet, mondom. Az egyen szem első személyből kitértél. Jó, akkor én lehet, hogy azért agyalok sokat, mondom így, mert a saját kívánt valóságképemet akarom igazolni egyébként azzal, ami körülöttem történik, hogy az így könnyebb legyen. Ezt most nem biztos, hogy jól fogalmaztam meg. De jól fogalmaztad meg. Ez azzal mit nyomogatsz? Néha bekapcsolom magamat ide a kis sarokba, nekem is van kamerám, de mindig te vagy mutatva. Amikor kérdést teszek föl, vagy kicsit hosszabban beszélek, akkor beadom a fejemet, csak ennyi. Valójában egyrészt, amit elmondtál, ez nem fog összejönni. Amelyik része? Hogy igazítom a... Hát nyilván. Hát azért nem fog összejönni, mert akarsz. Akarod. Ez kizárja a spontanitást. Kizárja a lazaságot. A túlagyalás, nekem a túlagyalás az mindig a menekülés jele. Uh-huh. Valami állam. Az leküzdhető? Ám a menekülés, a túlagyalás. Ha befejezed a menekülésedet, akkor igen. Akikkel találkoztál a praxisod során, milyen hányadban voltak ilyen túlagyalók? Látod, megint százalékokat kérdezem. Így a beszélgetés unalmas elkezd válni. Uh-huh. Tehát nem tudom, én nem soha... Tudod. Elmondtam, hogy én soha nem foglalkoztam ezzel. Aha. Minek foglalkozzak vele? Mondd meg, minek? Hát a te munkád szempontjából felesleges. Nyilván. De akkor miért kérdezel ilyet? Azért, mert hátra tudunk mondani valami kézzelfoghatót a nézőknek, de lehet, hogy őket se érdekli igazából. Most, hogy mondod. Mi? Hát az, hogy hány százalékban fordult elő a túl. De érdekli, egyeseket érdekli, de engemet nem érdekel. Én nem a másokkal foglalkozom. Én azzal foglalkozom, hogy én valójában jól érzem magam a bőrömbe, és hogyha valami felmerül, amitől félhetek, hogy ezt képes vagyok-e megoldani. Uh-huh. Hát ez érdekel. Uh-huh. Engem, mert nem a rutinszerű dolgok soha nem érdekeltek. Az,
Amióta volt a tévés műsor tizenvalány éve, rengeteg felkérést kaptam, és amikor éreztem azt, hogy semmi, kedvesen visszautasítottam. De az, hogy jól érezd magad a bőrödben, nyilván azt kell csinálni, amit szeretsz, és neked ez összejött. Amikor valaki sokszor használja a kell szót, azt kell csinálni, mint mondjuk te. Ez mindig a belső bizonytalanság szimbolikája, a megfelelési kényszerre másoknak. És a megfelelési kényszer meg az valójában éles helyzetben történő alacsonyabb önbizalmat jelent, mert ezért történik a megfelelési kényszer. Mert amikor valaki önmaga életének valami fontos területén hazudik, amiért nem vállal a felelősséget, azt hívják kudarc élménynek. Annak hozadékaként egyre kevésbé tiszteli saját magát. És már egyre kevésbé tiszteli magát, és szereti, ezért elkezd megfelelni másoknak, hogy szeretve legyen. Ez a megfelelési kényszer. És akkor ennek hozadékaként kezded el, vagy az illető kezdi el használni, meg kell csinálni, azt kell tenni. És amikor orvosként dolgoztam, akkor én már tudtam, hogy ez mit jelent. A social media erre rátesz sokat. Ezt magamon veszem észre. Fönt vagy? Vagy követed egyáltalán? Mondjuk Instagram, Facebook. Feltudjuk az Instagram, vagyis a Facebookon, azt mondom, hogy 8-9 éve rá sem néztem. Valamint nekem. Minek? Azt látod rajta, hogy mindenki jól érzi magát. Összefoglaltam az elmúlt 9 évet, amit kihagytál. Nem hagytam ki semmit. Nem hagytál ki semmit, persze. Nem hagytam ki semmit. Mondtam, én nem a világnak szeretnék megfelelni, hanem magamnak. Magammal van elszámolivalom. Merek-e élni? Te mersz élni? Délvidéki. Szerintem nagyon sokáig nem mertem, és talán most kezdem észrevenni azokat a pontokat. Akkor mersz élni? Hogy mikor lehet? Nem. Még mindig nem. Na látod, ezért racionalizálsz. Mert van energiád rá. Ha élnél, akkor nem lenne. Akkor nem magyarázkodnál, hanem csinálnád. Ez a különbség. Tudod, nem véletlenül használtad, hogyha én visszagondolok a beszélgetésre, hogy a kávé az felnőtté teszel. Ez így nagyon izgalmas, mert ebből a szempontból ennél a kérdésnél nem a kávé volt a fontos, hanem a felnőttség kérdése. Tehát, aki él, az beleáll az életébe. Tehát felnőtt. Aki szeretne élni, az csak egy vágy. Az elkezdi körülbártyázni magát a kifogásokkal, a magyarázatokkal, a szószátjársággal. Meg a felelősség eltolás. Azt még a mai de napig... érdekli a felnőttség. Hát az embereket általában az érdekli, ami nincs. Mondjuk igen. Igen. Ami van, az onnantól alap. Vagy nem tiszteljük meg, vagy már nem veszük észre. Egy pár kapcsolatban a legveszélyesebb ez, vagyis megint agyalok, de hogy ezt vettem észre. Hogy ami jó... Nincs olyan? Tudod, a fosós az mindig használja. Veszélyes, úristen, megijedés, félelem. De hogy ez mind az élet része. Ha nem fogadod el azt, hogy esetleg megégeted magad, de ez olyan, mint a múltkori padlizsán sütésnél, itt van egy heg, így.
így, hozzányúltam, óvatlan voltam, és akkor hozzányúltam a vashoz, és lett egy elég csúnya sebb, sokáig tartott, amíg meggyógyult. De nem akadályoz meg azóta is, rengetegszer sütöttem patlizsánt, hogy ne nyúljak oda. Sőt, a következő héten csináltam, amikor még nem gyógyult be. És akkor mi van? Hát a fájdalom az élet része, és hogyha ezt elfogadjuk, akkor élhetünk. Hogyha nem fogadjuk el, akkor menekülünk. Nincs olyan veszélyes. Mi az, hogy veszélyes a párkapcsolatban? Vagy beleteszed magad szívvel, lélekkel, és akkor élhetsz kapcsolatban. Ha meg óvatoskodsz, meg kifogásokat gyártasz, akkor előbb dob ki leszel picsázva, mert hogy valójában a másiknak kevés leszel. Hogyha ő beletesz mindent, hogyha meg nem tesz bele mindent, és épp olyan, mint te, hát akkor azt hívják rétes tésztának. Igen, az a minek van, persze. De van. Éppen agyon ütik az időt. Az inkább olyan, hogy ne legyen. Nem? Teljesen mindegy. De ez a másik ember dolga. Mi van itt nosz vajon, ami mondjuk nem volt Budapesten, vagy Verbászon, vagy bárhol, ahol éltél? Béke. Kedves emberek. És a legfontosabb, hogy otthon érzem magam. Verbász? Verbászon az történt, hogy amikor befejeztem az egyetemet, akkor behívtak katonának, és akkor nem mentem el. Így katonaszakevény lettem 9,5 évig. És akkor amnesztiát kaptam, nem csak én, hanem sok százezer ember, és akkor hazamentem. És akkor elmentem Verbászra, a szülői házhoz, de hogy a szülői házat nevezzük Birsalmának, a bal oldali szomszéd legyen az alma, a jobb oldali a körte. És akkor odaértem, és a szülői ház helyén előtt volt két házfa, két nagy házfa. És két nagy házfa nem volt, a Birsalma, mint szülői ház nem volt, mert az önkormányzat oda, annak a ház helyére nyitott egy utcát. Wow. Meg volt az alma, meg volt a körte, a Birsalma nem volt meg. És ott álltam, autóba. Nem szálltam ki, minek. És akkor megértettem, hogy ott vége. És akkor haladtam tovább az utamon. Egészen odáig, amíg meg nem éreztem, hogy hol van nekem az otthon. És itt van az otthon. Nosz van. Ahhoz mi kell? Átjössz rajta autóval, és már tudod, vagy azért eltöltöttél itt időt előtte? Én mindig érzésből adottam. Ilyen fontos szitúban. Az érzés, az a szenvedély szimbolikája, az a tűz jele, bátor vagy tűzben megújulni, az újjászületés szimbolikája. Pont erről fog nem sokára megjelenni novemberben az új könyvem, a Főnix. Mikor lesz valaki főnix? És mikor nem fogsz sohasem megújulni? Ezt feszegetem. Sőt, nagyon kemény könyv lesz. Te nem leszel főnix így. Én nem. Mind nem. Így esélyed sincs. Tudod és nem csinálod. Az talán a legrosszabb. Mert ha valaki nem tudja és nem csinálja, akkor nyugodt, ha tudja és nem csinálja. Nem ez a legrosszabb. Nem a legrosszabb az, amikor feladod az őseidet. Akik által lehettél te, és akik nem így álltak hozzá az élethez, mint te. Nekik csinálták az életet. Te megszövegelsz arról.
Na, az a legdurvább. Ezzel egyenértékű az önmagad feladása. Nincs ennél durvább. De ugyanakkor szükség van az ilyenekre. Ők jól fognak fogyasztani. Tünetileg kompenzálják a feszültségüket. Lehet ezen javítani? Én megtanultam, hogy mivel a legfontosabb és a legdrágább kincsünk az idő, éppen ezért, hogyha az illető ezt menekülésre használja, arra használja az idejét, amire akarja. Az ő dolga. Tudod, ez lehet-e rajta változtatni? Ez megint egy milyen kérdés. Tudod, ez olyan, mint hogyha éhes vagyok, már régóta, és hogy döntök-e úgy, hogy eszem? Most ez milyen kérdés volt? Azért, hogy megint lemehézd a dobba, és akkor valaki azt mondja, persze lehet. Vagy elhiszed azt, hogy azt mondják, nem lehet, vége. Megint a felelősség áthárítása történik. Meguntad? Figyelj! Amikor rájövök, mert éreztem, hogy valami nem stimmel. Igen? Egy ilyen felvetésnél. Csak még nem tudtam, hogy mi. Mert rájöttem, hogy miért beszélgetsz emberekkel, olyan emberekkel, mert hogy ezáltal kicsit konfrontálódsz azzal, hogy találkozol olyanokkal, akik tesznek valamit, míg te meg hallgatsz kibicként, miközben te meg nem teszed, amit tudod, tudsz, megérzel. Ez az ok. Tiszteletben tartom, de van más dolgom is. Rendben. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen.